Civil szervezetek képviselői előtt jelentették be szerdán Nyíregyházán az új pályázati lehetőségeket. A NEA, vagyis a Nemzeti Együttműködési Alap idén közel 6 milliárd forintot oszt szét a különböző civil szervezetek között. A rendszer egyik változása, hogy összevonták a működési és a szakmai pályázatokat, de lehetőség van egyszerűsített pályázatok kitöltésére is. A változtatások célja, hogy csökkentsék a pályázó civilek adminisztratív terheit. Tavaly közel 16 ezer pályázatot nyújtottak be a NEA kiírásokra, idén 20 ezerre számítanak. Számukra az országban 20 civil információs centrum nyújt segítséget a tájékozódásban. Most az ő működési költségeit is nagyobb mértékben támogatja az állam. Azt figyeltük meg, hogy ez a konstrukció, ami nem olyan nagyon régóta lett létrehozva, nagyon jól működik, ezért a tavalyi 315 millió forint helyett idén 386-ot osztottunk szét, és tekintettel arra a tényre, hogy bár most konkrét számokat nem szeretnék említeni, de tekintettel arra a tényre, amit elmondtam most már több helyütt is, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megye az egyik leghatékonyabb megye, ami a pályázati lehívásokat illeti, ezért ez a megye idén is nagyon szép támogatásban részesül, már legalábbis ugye a civil információs centrumot értem ez alatt, tehát megnöveltük itt is a támogatást, mint hogy általában megnöveltük, de itt talán egy picit még jobban, mert itt a százalékos lehívások jobbak, mint országosan általában. Megyénkben több mint 3000 civil szervezet működik, ők közel 1300 pályázatot nyújtottak be. Ezzel Szabolcs-Szatmár Bereg megye a harmadik legeredményesebb megye. Mind nominális összeg tekintetében, mind a lakosságszám arány és elnyert pénz arányában, mind pályázati arányban kiemelkedő. A megye harmadik legtöbb pénzt kapta tavalyi évben, harmadik legnagyobb a lakosságszám arányosan is a nyerési arány, és az egyik legtöbb pályázat innen érkezett, 1100 pályázat, ami egy nagyon komoly pályázati szám. Én azt gondolom, hogy ehhez a komoly pályázati számhoz mérve a 41%-os lakosságszám arányú nyerési arány az egy nagyon kiemelkedő arány, és én azt remélem, hogy a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei civil szervezetek ugyanilyen jó munkát fognak az idejében is végezni, és ugyanilyen hatékonysággal fognak tudni pályázati forrásokhoz jutni a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül. Ez az ő munkájukat dicséri, mi csak egy eszköz vagyunk a Civil Információs Centrum, ami segíti a munkájukat, de ők végzik a munkadandányát. A statisztikák szerint több mint 15%-uk szabadidő, hobbi, sport és kultúra területén tevékenykedik, 13%-ot tesz ki az oktatás, közel 9%-ot pedig a szociális ellátás területe. De sokaknak a területfejlesztés vagy épp az egészségügy a fő tevékenységi köre. Na azt gondolom, hogy azért fontos ez, és látható az is, hogy az önkormányzattól és az államtól terheket vállalnak át a civil szervezetek. Egy-egy jó program, akár a szociális életterületén, akár a kulturális, az oktatási életterületén, vagy itt Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből adódik a határmenti kapcsolatok erősítése. Ez fontos, és a civil törvény pedig lehetővé teszi, hogy most változás is van, hogy a nagyobb léptékű pályázatoknál összevont pályázatokat adnak be. Ez azt jelenti, hogy a szakmai és a működési pályázatok nem különülnek el, hanem pályáznak egy összegre a civil szervezetek, és abból valósítanak meg szakmai programot, illetve működési költségekre is lehet fordítani. A Tiszaalöki Fórumon az is elhangzott, hogy 2010 és 2017 között a civil szervezetek összes állami támogatása 144 milliárd forintról közel a duplájára 284 milliárd forintra nőtt.